Sziasztok, én Fóris Rita vagyok, és a gyülekezetünk ifi táborából, Vácz Dukáról jelentkezem, innen a medence partjáról, és ahogy látjátok, elég idilli körülmények közül. 7 ágra süt a nap, mégis lombos fák árnyékából beszélhetek hozzátok, hogy egy rövid üzenetet osszak meg veletek. Az üzenetem fő mondandója pont egy ezzel ellentétes élethelyzetre vonatkoztatható, mert ilyenkor, amikor minden olyan szép, akkor egyszerű nekünk Istent dicsérni, Istent magasztalni. Egyszerűen csak a természet mellé állunk, a hegyek, a fák, a növények, minden az ő dicsőségét hirdeti, és ilyenkor nekünk is könnyű ezt tennünk. De mi van akkor, amikor az életünk egy pusztába kerül, vagy kihívások elé kell néznünk, vagy hegyeket kéne mozgatni a hitünkkel? Meggyőződésem, hogy ilyen helyzetekben is tudjuk, és lehetőségünk van arra, hogy Istent dicsérjük, de vajon hogy működik ez? Hogy bemutassam ezt, két példát szeretnék hozni a Bibliából. Az egyik Dávid személye, akinél megszokhattuk, hogy a zsoltárok nagyon nagy része egy szorult helyzetről számol be. A 102-es zsoltár például így indul. Hallgass meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. És a további versekben is ezt a körülményt írja le, ezt mutatja be. És azért választottam pont őt, mert az ige azt mondja róla, hogy ő Isten szíve szerint való ember. És meggyőződésem, hogy az egyik ok, amiért így nevezi őt a Biblia, az, mert nagyon őszinte szívvel közelített mindig Istenhez. Nem kertelt, nem kendőzött, nem akarta takargatni az, ami az ő bensőjében van, hanem kitárunkozott Isten előtt, és ezt nagyon értékelte az Úr. A 102-es Zsoltárnak az 5. versében így szól. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, míg az evésről is elfelejtkezem. Sokszor van olyan helyzet az életünkben, amikor még enni sincs kedvünk. Vagy a 12-es versben, napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék. Biztosan voltatok ti is olyan helyzetben, hogy megnyúlt árnyék, egy hosszú és sötét nap az, amin túl kell lennünk, és szinte már az ember az ágyában érezni magát legjobban, szinte az alvásban menekülne, de meg kell élni ezeket a napokat is, valahogy túl kell ezeket élni. És az a kérdés, hogy hogy lehet nem csak túlélni, de hogy lehet Isten hitébe belekapaszkodva reményteljesen is vele együtt megküzdeni ezeket a napokat. A legfontosabb üzenetem, hogy Dávid bár mindig kiönti a fájdalmait és lefesti ezeket a szorult helyzeteket, de nem áll meg ezen a ponton, nem megy át egy panaszkodásba, egy ilyen önsajnálatba, hanem van egy fordulat ezekben a zsoltárokban. Elérkezünk ebben a 102-esben is egy kétbetűs szóhoz, ez a de. Innen így folytatja. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Amikor elmondja a szíve bánatát, amikor elparaszolja azt, hogy milyen helyzetben van, és utána már a hitét mondja el, már a hitéről számol be, már a reményteljes jövőt festi le, mint jó jövőkép, akkor már benne is megváltozik valami. Akkor már nem a panasz szavakat halljuk a szájából, hanem a hitnek a szavait. A másik példám Jézus Krisztus személye. Amikor elmondta a főpapi imáját, akkor gyakorlatilag elmesélte, hogy mind van már eddig túl, és mi vár még rá. A teljes tudatában az ő küldetésének, és a teljes hittel beszélt ebben az imában. És mégis ezután kellett megküzdeni a Getsemáné kertben véres verejtékkel. Háromszor szólítja meg az atyát. Az első ízben azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, múljon el ez a pohár. Konkrétan arra kéri Istent, hogy ha lehetséges, vegye el tőle, de legyen meg az ő akarata. A második és harmadik mondatában pedig már egy beletörődő mondat hangzik el a szájából, ha nem lehetséges, hogy elmúljon a pohár, akkor legyen meg a te akaratod. Tehát láthatjuk, hogy ő is kiöntötte a szívét, ő sem takargatta az ő érzelmeit, mert ezek nehéz percek voltak az életében. De eljött a Getsemáné kert pillanatában egy olyan pont, amikor föl kellett állnia és el kellett indulnia, hogy a hit útjára lépjen és megtegye azt, ami az ő végső küldetése. Én is voltam már ilyen helyzetben, és volt olyan, amikor csak felkiáltottam Istenhez, amikor csak azt tudtam mondani, hogy nincs más, akiben bízhatnék, csak te, de utána eljött egy pillanat, amikor megvallottam a hitemet, amikor megvallottam, hogy bízom benne, csak belé kapaszkodok, és én magam hittel teljesen tudtam fölállni ezekből a találkozásokból.
Kívánom, hogy tudjunk ezzel élni, tudjunk őszintén lenni Isten előtt, de eljutni a hitnek arra a pontjára, amikor azt valljuk meg, ami az igazi jövőkép, hogy győztesek vagyunk Jézus Krisztusban. Isten áldjon titeket, köszönöm, hogy meghallgattatok.